Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A kormány 2024-ben az idei évhez képest 30%-kal megemelné a tehetősebb önkormányzatok szolidaritási adóját, miközben a feladat ellátásukhoz járó állami normatíva alig emelkedik. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének keddi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy szerintük a szolidaritási adóval a kormány saját magát finanszírozza. Vendégünk Gémesi György, a szövetség elnöke, Gödöllő polgármestere. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a rádió hallgatókat! Hát, hogyha arról az oldalról nézzük, akkor nyugodtan lehetne azt gondolni, hogy hát igazából csak leköveti ez az adó az inflációt. Nem? Hát pontosan, hogy nem követi le az inflációt. A szolidaritási adó az egy olyan adó, amit 2012-13 körül kezdett szedni a költségvetés, akkor az iskolák államosítása után, és azzal a céllal, hogy a kisebb településeket támogassák, ez akkor 43 milliárd forint volt. Ez azóta 7-szeresére emelkedett, a 2024-es költségvetésben 307 milliárd. Csak hogy érezhető legyen, hogy milyen pénz ez, az egész összes önkormányzati feladatra, áthárított önkormányzati feladatra, bölcsöde, óvoda és egyéb dolgok, az állam a költségvetésben 550 és 600 milliárdot biztosít, ebből a közétkeztetés is benne van. És 307 milliárdot beszed az önkormányzatoktól, ez az egyik dolog. Kettő, hogy nincsenek már tehetősebb vagy gazdag önkormányzatok. Egy-két önkormányzat kivételével nagyon extra adó van, például a Paks, ugye nyilván az ott lévő atomerőmű miatt. Nincsenek. A főváros idén jelentette be tavasszal, vagy egy hónappal ezelőtt, hogy a csőd szélén áll, és milyen intézkedéseket kell hozni. Egyszerűen növeli 30%-kal ezt az adót az önkormányzatok számára, azoknál, akiknél még van adó, és ez az adó nem csak az iparűzési adó, amit a cégek fizetnek, ebben benne van az emberek által befizetett, például kommunális adó is. Tehát az emberek által befizetett településre szánt kommunális adó is beforog gyakorlatilag ebbe az állami sarcba vagy elvonásba. A másik az infláció követés. Ugye vannak állami feladatok, a tavalyihoz képest, ha nem változik, akkor ott el kéne tenni 15%-ot. Idén 15% az infláció. Nem tesz rá. De még azt a hatot se, amivel tervezi a 2024-es költségvetést. Tehát, és azért menjünk már el az üzletekbe, nézzük meg az élelmiszerár emelkedéseket. Valamit csökkent, de nem ment vissza. 25-26% a hivatalosan elismert élelmiszerár emelés, nekünk közétkeztetést kell biztosítani, de ugyanígy ott vannak a következő évben azok a feladatok, hogy az emberek legalább reál értékben ugyanannyi bért vigyenek haza. Tehát emelni kell a béreket, és ott van az építőipar, amelyik szintén 100%-kal drágább, mint mondjuk 2 vagy 3 évvel ezelőtt. Bődületes történetek ezek, elvonás, utána pedig ugye nem követjük inflációval a feladatokra biztosított pénzt, és ott van a tőlünk független infláció, tőlünk független áremelkedés és egyéb folyamatok. Régóta mondják az önkormányzatok, hogy nagy a baj. Nyilván akkor most még nagyobb a baj, tehát hol tartunk ezen a nagy baj skálán? Ott, hogy az év második felében bizony nagyon komoly probléma lesz önkormányzatokkal, hiszen a költségvetést úgy állították össze, tudok ilyen településeket, ahol kicsit kozmetikázták, és ugye ingatlan eladási bevételt terveztek be többet, mint amennyit el tudnak adni, vagy rizikóval. Egyrészt ugye az azt jelenti, hogy a családi ez is beforog a működésbe, ami nagy hiba, mert abból inkább itt elsősorban csak fejleszteni kellene, tehát próbálnak egyensúlyban maradni, de azért ne felejtsük el a 2 év Covidot, az akkori elvonásokat, ne felejtsük el a tavalyi brutális energiáremelést, ami most egy picit konszolidálott, 4-5-szöröse a korábbihoz képest, de hát ki tudja, mi lesz decemberben az energiaárakkal. Tehát az év második fele nagyon nagy kérdőjel a települések működése szempontjából. A főváros a tönk szélén áll, de több település bevételei bizonytalanok, és ennek következtében bizony
komoly problémával küzdenek, kell megküzdenek az ősz folyamán. Mit jelent a gyakorlatban? Segítsen nekem. Nem fogják elvédni a szemetet? Nem tudom. Hát nézze, azt úgy kérdezett, igen, igen, jó, jó látja, tehát több, a szemetet el fogják vinni, mert azt most már a MOL csinálja. Tehát ugye ezt is elvették az önkormányzatoktól június 30-al, tehát a június végével megszűnik az önkormányzatok hulladékszállítási kötelezettsége, a MOL kapta meg koncesszióba, és hát nyilván ennek mindenféle ága boga van, most erről nem mennék bele, mert nem ez a téma, de például már a közterületek karbantartásával jóval kevesebb forrás, biztosít a kultúra nagy vesztese, gyakorlatilag az egész energiaválságnak, meg Covidnak, hiszen nem csak az önkormányzati források szűkülnek, vagy szűnnek meg, hanem a kormányzati források is. A helyi sporttámogatása nyilván jóval kisebb lehetőséget ad a települések számára, a civil szervezetek támogatása, de ugyanígy a település köztisztasági feladatai, amik mondjuk nem olyanok, mint az olcsó óvoda meg a bölcsőde, amit működtetni kell, tehát vagy az idősek otthona. Tehát ebből tud válogatni az önkormányzat, ebből tud húzni az önkormányzat, és már a 2023-as költségvetésnél is nagyon sokat húzott belőle. Mennyire egységesek az önkormányzatok, amikor össze kellene fogni, és jelezni kéne a kormányzat felé, hogy baj van? Hát nézd, az egységes, sajnos a politikai megosztottság, az egységről nem beszélhetünk, a politikai megosztottság működik, illetve igen, a félelem. Igen, de azért is kérdezem ezt, mert azért korábban is volt már, amikor fideszes önkormányzat is beállt kvázi önök mögé, hogy na, ezt így nem. Egy önkormányzat. Ilyen volt Cserpalkovics András, ő most egyelőre még nem nyilatkozott. Ilyen volt a 16. kerületi polgármester, vagy talán a Debrecen egyszer-egyszer megnyilatkozott. A kicsik közül, akik nem közvetlen függenek a Fidesztől, azok közül szoktak megnyilatkozni, pártállástól teljesen függetlenül. Hát nézze meg, bezártak több mint 700 postát, postahivatalt a második körben. Az 1500 fő alatti települések kis postáit bezárták. Hallott tiltakozást? Hallott itt valami olyan jellegű hatalmas nagy polgármesteri elégedetlenséget? Persze, az öltözőbe idézőjelbe téve, vagy egy konferencián a mosdóba hátát megveregetik az embernek, hogy te küzdesz, csináld, csak így ők még embernek megszólalni. Ez a helyzet. És azt mondják, lesz úgy, ahogy lesz, majd megoldják. És ugyanígy azt gondolom, hogy a költségvetésnél is nagy csönd lesz. Visszamentünk ahhoz a járási rendszeri vagy tanácsrendszeri időszakhoz, amikor a pártközpontból osztogatták a pénzeket, a pártközpont eldöntött valamit, és senki nem mert tiltakozni egy-egy kivételével. Függőségi viszony van a parlamenti képviselőtől, és nyilván a politikai, helyi politikától. Ellenzéki önkormányzatok megmennek szólalni, nem azért, mert ellenzékiek, azért, mert nem függenek a Fidesz rendszerétől, de ott is azért vannak adott esetben bizonyos támogatások, amikor csöndbe kell maradni, hogy megérkezzen az. Tehát ezek nagyon komoly problémák, és azért baj, mert ez nem egy kormány ellenesség. Hát mi 10 millió ember, most már sajnos 9,5 millió embert szolgálunk. A mi szolgáltatásunk az övék, ez az embereké. Ezt kell megérteniük az embereknek, hogy ha tőlünk elveszik, ezt nem tőlem veszik el, az én fizetésem ugyanannyi lesz. Hanem őtől is. Igen, csak ez egy, hogyha úgy veszük, akkor egy... nem minősítem, de egy politikai húzás is lehet egyben, hogy no, itt van jövőre az önkormányzati választás, akkor lehet eldönteni, hogy kire szavazunk, hogy jobban vagy rosszabbul menjen a te településeden. Ez sem teljesen így van, mert szerintem köznyelvben ezt lehet, hogy zsarolásnak hívják. Igaz, de azért a kasszában sincs pénz, és nem érkeznek az uniós pénzek, tehát nagy az elégedetlenség azért a fideszes polgármesterek köreiben is, hiszen az elvonások így ez a szolidaritás, amiről beszéltem, ez ott is érvényes, tehát őtőlük is elveszik, Győr, Debrecen, Székesfehérvár, csak egy három fideszes vezetésű települést mondjak. Tehát náluk is nagyon a morgás és az zúgolódás, hogy meg mennek-e szólalni, vagy nem, azt nem tudom, de egy biztos, hogy az a bizonyos szelektív pénzosztás, vagy szelektív döntés a hozzáférhető pályázat a pénzek körül, azért az is beszűkült, pontosan azért, mert kevesebb a rendelkezésre álló pénz. Ugye a költségvetés tegnap beindította a parlament, csodák nincsenek, úgyhogy ebből látjuk azt, hogy nincs igazán hova nyúlni a források tekintetében. Unióval kéne megegyezni, csak hát itt ugye ott meg egy másik típusú politikai harc. Ami már más téma, igen. Ami már egy másik téma.
fogunk erről is beszélni, és egyébként a mai adásban a költségvetésről is. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Nagyon köszönöm. Én is köszönöm, további szép napot kívánok.